annál is nagyobb tiszteletet kívánok mindenkinek. Sziasztok! Easy Driver vagyok, és egy újabb vlogos videóval tértem vissza. Remélem egy kis fényt hozok ebbe a kora hajnali időpontba, 6:50, hát még nincs olyan világos, majd szépen lassan most már ránk világosodik. Na, tegnapi nap folyamán láttam Olimpia 2024 Budapest plakátot. Hát ugye ezt mindenki tudja, hogy olimpiát szeretnénk rendezni, és úgy gondolom, hogy elég komoly esélyünk is lehet erre a dologra. Ugyebár az ellenfeleink Los Angeles és Párizs. Nagyon sokan ellenzik ezt az olimpiai pályázatot, egy kicsit szeretnék tiszta vizet önteni ebbe a dologba, mert mind a két oldal mond nagyon nagy hülyeségeket, és a legnagyobb probléma szerintem az, hogy mind a két oldal véres szájú. Tehát pont lesz, hogy a másik mit mond, és csak a saját hülyességét mondja elfogultan. Hogy miért lehet, kezdjük azzal, hogy miért lehet jó nekünk ez az olimpia. Azt tudni kell, hogy egy olimpia a sosem rövid távú megtérülés, sosem rövid távú befektetés. Ez mindig is egy hosszú távú dolog volt, hiszen olyan dolgokat, mint turizmus, vagy az infrastruktúra fejlődése, ezeket hosszú távon érezzük meg. Ez az egyik. Tehát hosszú távon jó befektetés, rövid távon szar befektetés, mert hogyha majd vége lesz, mondjuk tétezzük fel, megkapjuk az olimpiai pályázást, és meg is rendezzük az olimpiát, és utána összeülnek a fejesek, hogy akkor értékeljük ki, hogy mi a helyzet ezzel az olimpiával, mínuszra fog kijönni, ez biztos, mert ez minden egyes olimpiánál így volt. Tehát ez egy hosszú távú befektetés. Rövid távon szar, mert rövid távon nem hoz annyi pénzt, mert belefektetnek, hát most ilyen 8000 milliárd forintról beszélnek, 8000 milliárdot egy két-három hetes olimpia nem fog visszahozni sehogy se. Tehát ez hülyeség. Mert a jegyeket se fogják annyira eladni, mert azt tudjuk, hogy rengeteg olyan sportágban, ahol üresen panganak a lelátók már a 90-es évek óta egyébként. Vannak olyan sportok, ami senkit nem érdekel, de olimpiai sport. Na, ez az egyik. Tehát egy hosszú távú befektetés. Hosszú távon jó lehet nekünk. Olyan fejlesztések, mint infrastruktúra, főleg tehát ugye közlekedés, tömegközlekedés, ezekbe amúgy is be kell fektetni. Az olimpia miatt ez viszont valószínűleg még nagyobb hangsúlyt kap, és esetleg gyorsabban is befejeznék ezeket a dolgokat. Ekkora volumenű dolgot még soha nem rendezett Magyarország, de hát már az idei vizes VB is olyan lesz, amekkorát még nem rendeztünk soha. Ez az egyik előnye, tehát ugye hosszú távon ugye a turizmus hozhat ide pénzt, mert rengeteg olyan ember van, tehát az olimpiát most már világszinten egy olyan 1,5 milliárd ember nézi. Ezek azok az emberek, akik minden nap nézik az olimpiát legalább egy fél órát, órát. Szerintem ez most csak az én számításaim, amiket mondok, úgyhogy ezek nem hivatalos adatok. Ebből a 1,5 milliárd emberből, hát nem vagyunk egy nagy város, legyen 700 millió ember az, aki még nem hallott Budapestről soha. Főleg amerikaiak, azért, na, sokan. És ebből a 700 millióból legyen, hát, és akkor most tényleg nagyon optimista vagyok, legyen 250 millió ember, aki megengedheti magának, hogy eljöjjön Budapestre. 250 millióból legyen 100 millió, aki el is akar jönni Budapestre. 100 millió ember. És ebből legyen 60 millió ember, aki el is fog jönni Budapestre. 60 millió turista, nyilván nem egy év alatt, azért mondom, ez az évek során. Tehát megismerik a várost, megismerik az országot. Ez az, ami még úgy amúgy jó ami miatt jó lehet. Ez az, amit úgy tényleg ki tudok emelni. A stadionokat amúgy is építik, bár tehát rengeteg fölösleges beruházás van ezzel kapcsolatban. Ezeket a létesítményeket ki lehet használni majd utána is, tehát a
csarnokok, stadionok felépítése is egy hosszú távú befektetés. Nyilván vannak olyan csarnokok, amiket ha megépítenek, utána semmi haszna nem lesz. De ezért van az, hogy a londonihoz hasonló módon próbálják megoldani, tehát hogy úgy megcsinálni az olimpiát, hogy mobil csarnokok, mobil arénák, mobil lelátóhelyeket csinálnak. Tehát ugye a Hősök terén, meg ott a hol? Nem jut eszembe. A Városligetnél akarnak majd strandröplabdát, meg ilyeneket. Tehát azok mobil lelátókkal megoldható, mert amúgy se von sok ember az a sportág. Aztán, ami még, tehát emiatt is jó lehet, mert amit építenek stadionokat, utána ki lehet használni. Ami miatt még jó lehet, a cirka ennyi, de szerintem ilyen szempontból ez bőven elég. Viszont nagyon sok hülyeséget mondanak az olimpia mellett lévők. Ők azzal kampányolnak, hogy mindig ez a most vagy soha. Tehát ez mindig is ez volt, ez a most vagy soha. Azért pályáztunk már, ez már szerintem a harmadik olimpiánk, amire pályázunk, mert volt a 2012-es, volt a 2020-as és a 2024-es, ugye? Meg hát ugye már pedzegetik, hogyha a 24-es nem kapjuk meg, akkor abból lesz azért a 28-as is. Úgyhogy nekem nem mondják, hogy most vagy soha. Ez az egyik. A másik, amit nagy hülyeségetnek tartok és mondanak, az az, hogy a Pekingi, az aténi olimpia, 2004-es aténi olimpia, az amúgy hosszú távon jövedelmező volt. Hát azt azért tudni kell, hogy olimpia és olimpia között is van különbség. Olvastam egy cikket, amiben leírták érthetően, hogy miért volt az, ami miatt nagyon el lett baszva az aténi olimpia. Ők megcsinálták azt az olimpiát, beadták a pályázatot úgy, hogy egy abszolút olyan olimpia, ami egy, tehát ilyen központosított olimpia, hogy a sportágok többsége egy helyen van. Közlekedés egyszerűbb, kevesebb dolgot kell miatta felújítani, bizonyos régiókat kell csak felújítani. Utána ezt elibe szarták és kitaláltak olyan dolgokat, hogy ami még mai napig abnormálisnak hat. És ezért van az, hogy az aténi olimpia hosszú távon se hoz pénzt. A pekingi olimpia se hoz hosszú távon pénzt, mert ott megint hibába estek a pekingiek, mert azok is elkezdtek építeni mindent. De annyi a különbség, hogy ők leszarják. Tehát Kínában van annyi pénz, hogy őket nem érdekli. Ők meg akartak rendezni egy olimpiát, és ha ők így döntenek, vagy így gondolják, hogy megrendeznek egy olimpiát, akkor ők meg is fognak rendezni egy olimpiát. Nem érdekelt őket egy percig se a dolog. Aztán London viszont egy nagyon sikeres olimpia volt. Ott ugye a magyar mintát, tehát mi szeretnénk a londoni mintára megcsinálni, hogy ugye mobil lelátók, és olyan létesítmények, amik utána könnyedén lebonthatók, és nem, fenntartási költsége utána ezeknek a létesítményeknek nincsen. Tehát amivel nagyon kampányolnak, az ez az aténi olimpia is jó volt, mert ugye a másik oldalon meg azt mondják, hogy pont ez lehet egy elrettentő példa, hogy Aténban így csinálták, és mennyire szarul jöttek ki. Ők is hülyeséget mondanak, mert abszolút, tehát nem tud megtörténni az, ami megtörtént Aténban. A másik, amit mondanak, hogy hát ugye több érvük is van az ellenzőknek. Egyrészt ugye, hogy a korrupció, hogy ugye rengeteg olyan beruházás lesz, ami állami beruházás, és ezért kurvára el fognak tűnni pénzek. Ebben biztos vagyok egyébként, de azt tudni kell, hogy ez minden egyes országban így volt, minden egyes városban, amelyik megnyert olimpiai pályázatot, mindenhol így van már, ez már nagyon régóta, hogy tűnnek el pénzek, nagyon keményen. Ugye London, vagy bocsánat, Róma ezért is szállt ki, hiszen ők alapból ettől tartanak, hogyha ők esetleg olimpiai rendezést kapnak, akkor nagyon el fog morcosodni ott a korrupciós dolog. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy okos döntés volt a részükről. Az, hogy a létesítményeket időben befejezik-e vagy sem, ez szerintem nem kérdés, mert az utóbbi évek bebizonyították, hogy ha akarunk, valamit fel akarunk építeni, sportlétesítményt, akkor azt akár hamarabb is meg tudjuk csinálni. Lásd Groupama Arena vagy az MTK pálya. Mind a két stadiont hamarabb adták át.
illetve nem is az, hogy hamarabb adták át, hamarabb lett kész, nem adták át hamarabb, mert addig legalább azért még toldozgatták, fotózgatták, tesztelgették a csarnokokat, vagy a stadionokat, tehát nem adták át előbb, de hamarabb kész lett mind a kettő. Tehát ebből is látszik, hogyha van pénz, van akarat, akkor kész lehet időben minden, és szerintem emiatt nem kell aggódni. Aztán, amit még ugye mondanak, hogy ugye másra is kell a pénz. Abszolút igaz, és az a baj, hogyha megnyerünk egy pályázatot, megnyerik a pályázatot, akkor attól még az egészségügyben nem fognak több pénzt fektetni, hiszen az nem hogy mondjam, az olimpiához nem köthető az, hogy most új kórházakat építsenek. Ilyen szempontból nagyon igaz, hogy másra is kell a pénz. Azt a pénzt okosabban is el lehet költeni. Tehát, mivel szoktak még érvelni? Hát ugye akkor volt a korrupció, volt ugye ez az egészségügy, hogy ugye arra kéne a pénz inkább. Ja, hát ami szerintem komoly probléma lehet az, hogy Budapest alapvetően nem egy olimpia barát város. Kevés a hely. Alapból egy zsúfolt város Budapest. Most gondoljatok bele, hogyha még idejön több százezer vagy akár több millió turista, mert azért ez ilyen milliós nagyságrendben jönnének ide turisták, az nagyon csúnyán betelítené Budapestet, és hiába akarják azt megcsinálni, ami Pekingben volt 2008-ban, hogy olimpiai sávot létrehozni, ezt Budapesten kurva nehéz megcsinálni, amikor mondjuk egy Hungária körút három sáv erre, három sáv arra, tehát a 6 sávos útból levesznek egy-egy sávot, azzal nagyon meg tudják bénítani a közlekedést. Meg mondjuk esetleg egy Üllői útból is elvesznek, ha meg mondjuk egy nagy körútból akarnak még a két sávból, tehát a kétszer két sávból elvenni összesen két sávot, az meg főleg meg fogjuk érezni, és ugye nekünk, helyieknek ettől függetlenül be kell járunk dolgozni. Tehát nagyon meg fogják nehezíteni a dolgot. Oké, hogy akarnak változtatni azon, hogy tehát a közlekedést jobbá tenni, meg ilyenek, de nem tudunk hova, az a baj, nem tudunk hova terjeszkedni. Tehát nem tudunk hova a sávokat bővíteni, nem tudunk hova építeni. Ilyen szempontból ez tényleg egy halott ötlet. Az, hogy a tömegközlekedést át akarják variálni, igen, az mondjuk egy nagyon okos dolog, de alapvetően egyébként én ezt több ilyen külföldi blogon láttam, meg hallottam is, hogy maga a budapesti tömegközlekedés hát nem az, hogy megfelelő, hanem elég jól meg van építve, elég jó rendszeren működik, mert nem össze-vissza mennek, hanem kifejezetten a külvárosokból gyűjtik be az embereket. De hát ez mondjuk egy olimpiánál, ahol általában azért a belvárosban, vagy így a város belső részén fognak közlekedni az emberek, itt nem biztos, hogy sok hasznát vesszük. Aztán, ugye, tehát ezek például az ellenérvek. Ugye ők mondják azt, akik ellenzik, hogy az aténi olimpia így, aténi olimpia úgy. Tehát ezt hagyjuk már. Nem történhet meg olyanokat mondanak, hogy államcsőd lesz, meg ilyenek. Nem. Tehát nem tud minket csődbe vinni egy olimpia. Nem tud. Hosszú távon jó befektetés mindenképpen, viszont az a baj, hogy mi nem tudunk megengedni magunknak egy rövid távú rossz befektetést, szerintem. Tehát ez az, ami tényleg ellene szól, mert London, Peking, hát Athén mondjuk nem, még talán a brazilok is megengedhetik maguknak, hogy egy olyan olimpiát rendezzenek, ami rövid távon nem hoz nekik pénzt. Hát igen, mi meg ezt nem tudjuk. Ugye akkor beszéljünk egy kicsit a versenytársakról. Los Angeles alapból egy halott ötlet, hiszen ők abszolút nem akarnak egy gazdaságos olimpiát megcsinálni, viszont a Nemzetközi Olimpiai Bizottság meg pont, hogy ezeket a pályázatokat támogatja, és ilyen pályázatokat akar látni, amelyek nem a nagyzásról szólnak, nem az, hogy ilyen-olyan költségen felépítünk minden szarra mindent. Úgyhogy Los Angeles meg nem ezen szeretne. Meg szerintem ott most ez a Trump dolog is nem merik nagyon odaadni neki. Valószínűleg addigra már nem a Trump lesz az elnök, ez oké. De nem... Sőt, biztosan, várjál, 2024... akkor még lehet, hogy pont a Trump lesz az elnök, de nem valószínű. Tehát nem, ott ez nem. Ott oda szerintem nem. Ugye a franciáknál ez a bevándorló dolog, ami volt, meg sok robbantás, ez az, ami még úgy oda basszat, de én azt gondolom, hogy
hogy pont hogy a Párizs lehet az még a kibefutó. Tehát így összefoglalva, nem tudom mennyire volt érthető most ez a videó, mert elég sok gondolat van bennem most az olimpiával kapcsolatban, meg hát így ezzel a pályázattal kapcsolatban. Összefoglalva az, hogy kell-e nekünk az olimpia, vagy bocsánat, hogy szükségünk van-e rá, igen, mindenképpen szükségünk lenne az olimpiára. Hosszú távon nagyon jó befektetés, rövid távon szar. Hogy meg tudnánk-e rendezni egy olimpiát, meg tudnánk rendezni, szerintem egyébként sikeres olimpia is lenne. Elbírna-e Magyarország egy ilyen rövid távon nagyon rossz befektetést? Hát ez az, ami már problémásabb egy kicsit. Mennyi pénzzel jár ez, hogy megrendezzük az olimpiát? Rengeteg pénzzel. Te meg mit nézel? Megállt itt, azt nézte a foghitelket. Tehát, hogy mennyi pénzbe kerül egy ilyen olimpia? Rengeteg pénz, de már most rengeteget elköltöttünk. Hogy megéri-e? Nem tudom. Tehát, hogy megéri-e ennyit rákölteni arra, hogy utána nagyon hosszú távon visszajön egy befektetés? Ez az, ami kérdéses. Aztán ugye, hogy másra el lehet-e költeni azt a pénzt? Igen. Nagyon sok más dologra el lehet költeni a pénzt. Én azt gondolom, hogy most nyáron lesz egy elég komoly főpróbája ennek az olimpiának. Ez a FINA által rendezett vizes VB. Ugye vízlabda, úszás, műugrás, toronyugrás, kutyafasza, minden lesz itt. Nagyon komoly főpróbája lehet ennek, hiszen ez augusztus környékén lesz, július-augusztus környéke, és az olimpia pályázatot azt hiszem szeptemberben bírálják el. Tehát az még azért oda betehet nekünk, hogyha itt elbaszunk valamit. Ha megkapjuk a pályázati jogot, akkor viszont a nagyon komoly főpróba az a 2020-as foci EB lesz, ugye amikor Budapest 4 mérkőzésnek ad majd otthont, 3 sor, csoportmeccs és egy 8-at döntő lesz az, amit Budapesten rendeznek, úgyhogy az még egy nagyon komoly főpróbája lehet az egésznek. Meglátjuk, hogy mi lesz. Én a magam részéről örülnék annak, hogyha megrendeznénk az olimpiát, mert szerintem meg tudnánk rendezni egy olimpiát. Nagyon alacsony a támogatottsága, ez az, ami nagyon komolyan ellenünk szól egyébként. Hiszen, hogyha alacsony olimpiának a támogatottsága, akkor kevés önkéntes lesz ezen az olimpián, hiszen azt mindig a helyiek adják, többségében a helyi lakosok adják az önkénteseket. Ha alacsony a támogatottság, kevés lesz az önkéntes, ebből káosz alakulhat ki, hogyha ide jön a turista, amelyik azt se tudja, hogy hol van, vagy teljesen el tudnak tévedni. Úgyhogy, srácok, mindenki döntsön saját maga, remélem egy kicsit, megpróbáltam egy kicsit tiszta vizet önteni ebbe a bizonyos pohárba, mert az olimpiai kancsóba megpróbáltam egy kicsit tisztább vizet önteni, hogy így jobban lássátok a dolgokat. Lehet ellenezni, lehet támogatni. Személyesen én inkább támogatnám, csak az a baj, hogy én nem vagyok elfogult ember, és tudom nagyon jól, hogy milyen hátrányai lehetnek egy ilyen olimpiának. Független attól, hogy most ugye azt mondtam, hogy azért ezektől annyira nem kell tartani, mindig van benne egy rizikó. Azért mégiscsak mi híresek vagyunk arról, hogy nagyon, nagyon el tudunk baszni dolgokat. Én szerintem nem fogják nekünk adni ezt a pályázatot, mert akárhány ilyen nemzetközi, ilyen igazán nagy sporteseményre pályáztunk, ugye három foci EB-re is pályáztunk, semmit nem kaptunk meg, egyiket se kaptuk meg, gyakorlatilag mindegyiknél elküldtek minket a picsába, pedig azért egyszer 2004-re Ausztriával pályáztunk közösen, 2008-re egyedül pályáztunk, ott állítólag nem sokkal maradtunk rá, és 2012-ben meg a horvátokkal együtt pályáztunk, ott viszont nagyon elküldtek minket a halálfaszára, úgyhogy nem vagyunk az a népség, vagy nem vagyunk azok az emberek, akiknek ilyet adnak. Úgyhogy szerintem nem lesz itt semmi. Párizs az egy nagyon erős pályázat. Pont most tegnap volt, vagy ma reggel olvastam, hogy a városok, vagy hát az országok többsége a párizsi olimpiát támogatná. Hát, ja. Igen. Los Angeles az felejtős. Tehát Los Angeles lesz az, amelyiknél még mi is jobbak leszünk,
mert nem lehet úgy megrendezni, hogy olimpiát, ahogyan ők szeretnék, ezt higgyétek el. Na, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, remélem az olimpiai kancsóban tiszta víz van egy kicsit, ha bármi kérdésetek, észrevéleményetek van a dologgal kapcsolatban, kommentben írjátok meg. Köszi szépen, hogy itt voltatok, sziasztok!